Hello, sziasztok! Nos, folytassuk is szépen a restaurálós videókat itt a CMS-ben. Egy picit változni fognak most a videók mennyiségei, ha mondhatjuk így, mert így az Assassin's Creed-re akarok koncentrálni egy kicsit, hogy több videót tudjak esetleg arra feltölteni, illetve most már haladjak a játékokkal, mert azért még nagyon sok hátra van. Black Flag, Unity, Syndicate, mi van még, az Origins, Odyssey, az is hátra van. Rogue az is, és ráadásul azt még sosem toltam végig, úgyhogy egy kicsikét most itt most a Liberation-re fogunk majd koncentrálni. Addig lehet, hogy CMS videók nem lesznek, de persze folytatni fogjuk a videókat. Most még kettő lesz, ez a kettő, ami ha már itt volt, de utána egy kisebb szünetet tartunk így a restaurálós videók terén. A másik, ugye az előző videóban említettem, hogy meg fogom nézni azt, hogy melyik V8-as motorok voltak már, amiket ugye szerelve, úgy értem, hogy összeszerelve, így videóban. Hát nem néztem végül meg, és egyelőre továbbra is az a terv, hogy nem nézem meg. Azért is, mert egyébként a legtöbb szerintem volt már. Tehát a Jet 29, azt tudom, hogy volt, az ugye a Mach 1-ben. A Small Blockot is már néztük, a Six Spectre-t az biztos, azt már megjegyeztem. A Magnumot is szerintem néztük. És a többi is, a Two Carb, One Carb, másik OHV biztos volt, ami Hemi 426 az, ami még kérdés, és számomra most így hirtelen, de szerintem az is volt már. Úgyhogy ezt az autót is, illetve szerintem azt, talán ezt a Chevy-t is, mert aztán ebbe is, ebbe beíhat OHV van. Jó, nem baj, azt mondjuk megcsináljuk, azt meg fogjuk csinálni, de itt viszont ezt a Luxor Bowenben, ezt a V8 egy karburátoros, de ezt szerintem nem. Ezt simán csak megveszük most itt helyben. Nem is tudom, inventory-ban van valami, nincs. Jó, oké. Okay. Úgyhogy 41-ben megveszem. Epe. És akkor ez így meg is lesz. És akkor kezdjünk is neki szépen szokásos köröknek. Lemosok az autót, kívül belül. Hú, azért ezen is elég szépen van rozsda, de milyen állapotban van, kéne lennie, pontosan inkább úgy fogalmazunk. 12%-os alváz, 6% karosszéria, hát mondjuk szerintem a karosszéria azért 6%-os, mert konkrétan a fele hiányzik, tehát hogy fél autó nincs meg. Az alváz 12%-a szerintem már megint nincsen jól jelezve, én legalábbis úgy látom, úgyhogy engedjünk rá egy picikét többet. Na, így már jobb, így már jobb azért. Egyre be is rakjuk akkor a emelőre. Felesleges alkatrészeket szépen leszedjük. Hát ja, ez az, volt rajta egy lámpa. Ja nem, hát mondjuk egy-két cucc volt azért, meg az ajtó, illetve hogy hívják, ablak, üveg. De, nézzük először is. Wow. Ez milyen durva átalakuláson megy így. Tehát ez egyébként az durva, hogy ennek az animációjára szerintem olyan kurva sokat időt elbaszhattak, hogy ezt így megcsinálják, hogy szerintem lehet, hogy talán túl sokat is. Mert olyan jó lett egyébként, tökre látványos. Mindig. Akárhányszor meg így megcsináljuk ezt, hogy az alvázat így rendbe tenni. Ezért is fogom egyébként látom mostantól mindig majd így ugye az összes autónál lássuk, hogy egyébként milyen a full rozsdás állapot. Tehát, hogy teljesen 100%-os rozsda, vagy épp 1%-os, most attól függ, hogy melyik irányból nézzük. Na, tuning alkatrészek, nézzük, van-e valami? Ah, van! Igen, ezt mondjuk gondoltam, mert hogy ugye a supercharged-os, vagy vele? Nem, azt nem lehet hozzá, vagy igen? Ja, de nem, mert viszont a két... Ja, de igen, supercharged ott volt, ja, akkor jól emlékszem. És akkor hát kellene hozzá az a motorháztető, hogyha azt vennénk, de most nem azt vesszük. Illetve van egy darab tuningolt elsőlökhárító. Van egy hátsó... Mi ez? Várja, mi ez? Left headlight, egy első fényszóró bal, egy jobbos, illetve hátsó részen is egy-egy. Megnézzük őket, de ettől függetlenül azért a gyári alkatrészeket is megvesszük. És összehasonlítjuk, mert így nincs annyira sok, úgyhogy ez most belefér. Azt mondja, hogy van egy front bumper, igen, van egy rear, az viszont ugyanaz, illetve akkor a left-right, illetve left-right, azaz. Többi az oké, és azt úgy is vesszük.
Jó, ezeket majd akkor a végén, majd mindjárt visszajövünk. Na. Ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg azt a hátsót. Abban úgyis csak egy van, úgyhogy ott nem igazán lehet gondolkodni. Nézzük akkor az alapot. Hát igen, azért normál esetben ugye ezek a gyári lámpák, de olyan tűzpirosak így ezek, tehát ez nem annyira megfelelő. Nézzük egy kicsit a sportosabbat. Csak igen, ezzel meg az a probléma, hogy ez meg úgy néz ki, mintha egy, igen, mintha első lámpa lenne, szóval. Na jó, legyen. Legyen az eredeti. Legalább vizuálisan látszódjon már, hogy ez egy hátsó lámpa, nem pedig egy izé. Szóval, ja. Na, nézzük akkor az elsőt. Először is az első lökhárítóból az alapot. Aha, igen, ez most egy fényvisszaverő ott szerintetek? Vagy, aha, valószínű valami fényvisszaverő lehet. Így az elejére. És akkor van még egy másik. Ami viszont sima fekete. Na jó, hát akkor menjünk egy picit tegét ezzel a feketével. Gondolom ez viszont színezhető is lesz egyben, vagy fényezhető. Attól függ, hogy melyiket nézzük. Aha, itt viszont hát ez eléggé egyértelmű, tehát most, hogyha feketére festjük, vagy ilyesmi, az bár mondjuk tök mindegy, látszik rajta, hogy itt csak egy annyi a különbség, hogy sötétített ház, és ennyi. Meg talán a külső rész is, főleg a... Aha, van egy ilyen, na nézzük meg akkor a másikat, meg a simát. Há, igen, egy sötétített burkolatot kapott a világos helyett. Hát ez is olyan, hogy a franc tudja, melyiket tegyük fel. Legyen akkor az izé tuningolt itt is, aztán meglátjuk. Más nem, akkor visszacseréljük majd a gyárira. De egyelőre eléggé pofás. Színe az mondjuk itt most ugye egy ilyen, hát ilyen babakék. Nem is tudom, most ugyanaz, mint ami most van rajta talán. Ide. Vannak-e matrica lehetőségek? Na ne csesz ki már! De komolyan, miért kell így elbaszni? Most akkor mi értelme van ennek az első lökhárítónak, de könyörgöm. Oké, a hátsót nem fogja festeni, az oké, mert ugye sima króm, semmi izé, totál alapezüst, tehát ez olyan, hogy nem fogja. De bassza meg, miért lehet lecserélni a króm első lökhárítót egy ilyen sima feketére, hogyha aztán azt egyébként nem színezi a játék? És ez most, és semmi extra, tehát most váltogathatom itt a színt. És nem változik a lökhárító színe, tehát csodás. Na várjunk, mi a gyári szín, azt azért toljuk be. Mondjuk ez a kék egyébként nem rossz, ez szerintem sok esetben volt ilyen színnel ez az autó, ugye a való életben. Egyébként, igen, itt most ez a jó kérdés még, hogy pontosan mi is ez ennek az autónak a való életbeni megfelelője. De hogyha jól emlékszem, és jól néztem meg a Car Names 5-ban, akkor azt hiszem egy Cadillac Coupé DeVille MK3 talán. Hogyha jól emlékszem, mert egyszer már megnéztem, csak nem tudom, hogy jól emlékszem, de remélem, hogy jól emlékszem. Na, szóval nézzük, milyen matricák vannak. Na jó, az mondjuk elég szép. Bár mondjuk akkor már inkább feketére kéne a hátsó részt, aha. Csak így meg megint. Igen, az az első lökhárító az annyira elbassza így az egész képet. Most hogyha az ott piros lenne, akkor tökre jól indulna. Hát így milyen már, hogy ott egyébként folytatódik szépen a sárga átmenet feketére, innen meg semmi piros nem indul. Tehát egy... Na jó, mi van még? Van egy kék, ami szintén nem rossz. Igen, ezek a tipikus lowrider színek, ezek még GTA-ban is vannak. Az ennyi? Hát, jó, mondjuk nem vártam azért 60 darab festést hozzá, vagy valami matricát, vagy ilyesmit, de azért 2 darab. És ráadásul igazából mind a kettő ugyanolyan, csak az egyik ez a tűz jellegű, ez meg egy ilyen cold jég, ami mondjuk eléggé érdekesen lehet megcsinálni, hogy innen látszik, hogy mennyire látszana. Tehát az átmeneti pixel kurvára látszódik, főleg a kék verzióba. Sárgában talán annyira nem, bár ott is látszanak a csíkozódások eléggé. Ezt se értem, hogy az átmeneti rész az miért kell, hogy ilyen pixeles legyen. Tehát ilyen foltokban, mint hogyha
Mint amikor régen Paint-tel szórakoztál, hogy egy valamelyik ponton akartad fixelni a képet, és akkor elkezdted pontozni azt egy ilyen kopintott színmásolattal, aztán utána visszanagyítottál, és konkrétan egy ilyen kis körfoltban, egy pacának ott volt az egész. Ott maradt. Mert hogy ugye egy színnel festetted ki, ez is kb. Mint hogyha itt narancssárgával végigmentek volna, itt meg elkezdte, és itt meg elkezdte az izével, a sima citromsárgával. Egy ideig, aztán megint narancssárga. Tehát így ez így nagyon furán lett megoldva. A fekete rész az is totál látszanak így itt a csíkok, legalábbis én állatira látom őket. Szerintem, hogyha izével neki mennénk, fessük is le így akkor. A fekete hátsó az jó lesz. Az első lökhárítóval úgyse tudok mit csinálni, úgyhogy mert ha fölrakjuk a izét, az ezüstöt, akkor meg az lesz, tehát. És azt meg nem tudom festeni szintén. Nézzük meg itt Flycam-mel. Hát igen, tehát ez katasztrófa így. Mint amikor tényleg, tehát Paint az a legjobb példa volt itt. Főleg ezen a részen, tehát ez így full cheek. Egy az egyben. Jó, persze így oldják meg ezt az átmenetet, ugye, ilyen rétegenként, de ezt azért jobban is meg lehetett volna, legalábbis felbontásban, én úgy gondolom, főleg, hogyha már alapautó. Na mindegy, menjünk tovább. Ezek csak ilyen részletek, amiken néha így megakadunk, és legalábbis csak én, igazából. Oké, olajteknő nincs, pár hiányzó alkatrész az mondjuk van, mint mindig. Motorvezérlő, ahogy elnézem, nincs. Egy karburátorunk lesz, amit majd tudunk tuningolni. Más nagyon nem is lesz szerintem. Meg a sebességváltó. Aztán hello. Na, vedd már ki. Ahogy úgy. Gyorsan ezeket akkor vissza is rakjuk. Ha jól emlékszem, akkor a gumiméret sem lesz semmi extra, tehát első-hátsó ugyanakkora, de azért majd ezt is leellenőrzöm, csak hogy biztosak legyünk benne. Oké. Okay. Hát akkor ezen a részen készen vagyunk. Igen, majdnem elfelejtettem. 6-szor volt már a gondolatomban az előbb. Így a beltér, ezt még csináljuk meg. Mielőtt fölemeljük az autót. Egyébként ránézésre is szerintem ugyanolyanak. Aha igen, 205-ös, 90-es profil asztal, és 15-ös méret. Jaj, várj, felni. Igen, és hogyha lehet, akkor a bávent vegyük meg, és ne pedig az alatta lévő alkatrész, mert ahogy itt is látszik megint, amit egyszer egy másik autónál is észrevettem, ugye a bávent felnit rakta rá, és amikor rozsdás, akkor valamiért itt ketté van vágva az egész, ráadásul fizikailag is, mert látszik, hogy itt az egérnél van itt egy textúra hiány. Tehát vizuálisan ott van, de fizikailag nincs. A játék nem veszi figyelembe, tehát itt van egy kis bug, és emiatt be tudok menni ugye a hátsó alkatrészre. És ez több ponton is, tehát itt van egy, szerintem egy félkörív, mondjuk. Aha, ott, azon a vonalon. De nem, mert itt meg már megint elengedi. Ott is be tudok menni hátsó részre. Itt például most a fék, ez talán a fék tárcsa, amit éppen kijelöl. Aha, front wheel hub. Ez a teljes hátsó ott, na ott megint az izé volt, teljes hátsó lemez, porvédő lemez. Az előbb ott volt a fékbetét is. Na, az meg már a leghátsó, tehát kész. Azt a rohadt. Konkrétan az összes alkatrészen egyenesen most keresztül megyek. És a leghátsó alkatrész jelöli ki, ez szép. Tehát igen, ez a Balven felni, ez egy picit bugos, én úgy veszem észre. Mert eddig, amikor felnit így szeretem, nem... Ne, tehát ez az egy, amelyiknél így átmentem mindig. De hát, hogy csak én nem vettem eddig észre, hogy ennyire bugos ezen a szerelés. Na, viszont megvettem akkor végül is a felnit. Igen, 4 darab megvan, akkor szedhetjük lefelé őket. Ja, jó, oké. Nézzük akkor, hát ez egy kettőt veszünk egyelőre belőle, mert fogalmam sincs, hogy a hátsó az milyen így innen ránézés sem.
tudom hirtelen. Meglátjuk, hogy majd milyen lesz a hátsó. Jó, oké, akkor jöhet a másik oldal is. Jó, ez is megvan. Akkor most már csak a motorrészt kéne kikapni, legalábbis az elejéből. Most látom viszont a kipufogó rendszer, az enyhén hiányzik. Vagy azt majd menet közben pótoljuk. Itt egy elindító is hiányzik még. Jó, a motort akkor most már ki tudnánk szedni, de előtte akkor pótoljuk azt, hogy van egy első kipufogócső, egy középdob, meg egy hátsó, amire már megint olyan szépen rárepült, hogy belemegyek már a hátsó tengelynek a textúrájába. Na igen, gondoltam, hogy ez viszont dobfékes. Mind a két oldal rozsdás. Szép. Most mondjuk egyébként itt a hátsó tengelyt is teljesen leszedem, mert múltkor is ott keresgéltük, hogy basszus, melyik alkatrész hiányzik, mi az, ami nincs meg, aztán kimaradt ugye az, hogy a hátsó tengelyt levegyem, és így nem volt azonosítva az állapota, emiatt azt hiszem, hogy ez egy hiányzó alkatrész volt. Úgyhogy most biztos a kedvéért szétszedjük teljesen. Jó. Na, a motort akkor gyorsan szvepeljük, közben akkor is indítom az egyik kereket, hogy összedobja. Meg a rugót is. Hoppá, hoppá, nem szétszedni akarok, bakker. Hanem összerakni. Ez multitasking, így megy a izénél is. Más kérdés, hogy egyébként a motorbehelyezés az nem ilyen hitás az egész. Ott azért egy hangyafasznyival több idő azért elbaszódik arra, hogy a motort kicseréled. Jó, akkor most már csak az utolsó, és akkor mehetünk is visszaszerelni.
Gyorsan feltöltjük itt a dolgokat, ha már itt vagyunk. Jó, oké. Na várjál, olaj az még nem volt meg, az még hiányzik. Hűtőfolyadék meg volt, szerró meg volt, fékfolyadék meg volt, és akkor még az olaj, igen. Az kell még, aztán utána meg is vagyunk. Jó. Hopp, egy üzemanyag tartály is hiányzik. Azt is elfelejtettem. Meg a pumpát hozzá. Na és ez az érdekes, most ugye felnit szerelem, és most nincsen közte ugye ez a kis csík, tehát szerintem a rozsda az, ami generálja ezt a bugot, az a layer, ami ugye rákerül ilyenkor a felnire, és ilyenkor ugye most nem lesz. Bár itt, ja nem, itt is átmegy, most is átmegy, ugyanúgy, tehát szerintem kicsit olyan bugos a felni. Akkor mégsem az a rozsda layer az, ami adja ezt a hibát, na mindegy, nem probléma. A lényeg annyi, hogy legalább föl lehet szerelni, meg le lehet szerelni normálisan őket. Légy szíj, menj vissza. Jó. Na mehetünk is akkor szépen sorban előre. Hibufogót felrakjuk. Hú, az a levemlő viszont az jól néz ki. Ezt jól megcsinálták. Jöhet még egy kardántenge is. Szépen ügyesen. Jött az első futóműrész. Az egyik oldal meg is van. Most már csak akkor a bal oldal van hátra. És akkor mehetünk is. Jól tudom, akkor egyből a ja, nem. Igen, még azért a futómű beállítása az még kell előtte. De utána már mehetünk is a dynóra, mert ugye fényezést azt már megnéztük. Az már megvan.
Hoppá! Na, itt kimaradt egy alkatrész. De hogy ez is hogyan? Az egy jó kérdés. Ah, ott vettem kettőt belőle. Jó. Vagyis hát hármat. Ajt meg egyet se. Egyem a szívet, tényleg, az is kimaradt ezek szerint. Ah, ebből vettem még kettőt, te jó ég. Ez meg hogy a francba? Na mindegy, elvileg készen vagyunk. Azt mondja, hogy... Hol a checklist itt van? Egy izé hiányzik szerintem. Az egyik gumi persely. Aha, ott. Ja, most már meg is vagyunk. Szépen átdobjuk akkor először is egy futómű beállításra. Két sárga, egy zöld, egy piros. Nem baj, legalább csak hárman kell dolgozni. És akkor jöhet a dino. Szokás szerint bedobunk hozzá 9 darab váltást, mert miért is ne, overkill-be gyerünk. És aztán itt egy 87-es, légy szíves, úgyhogy 87. 77, 67, szépen, normálisan, ahogy eddig szoktuk. Jaj, de nem akar mozogni normálisan az egerem egyébként, tudja mai nap. Jó, és akkor még a karburátor beállítás, vagyis a tuning. Kettes, igen. Persze, hogy pont abba a másik irányba megyünk, na mindegy. Így. És akkor nézzük meg, 2.91 a gyári teljesítménye elvileg. Ez nem is lett rossz annyira. 515 lóerőre mentünk fel, igazából hát a duplázás az eléggé messze van, mert csak 77% lett a plusz, de 515 lóerő, azért az sem rossz. Mikori 1000, de mikori is ez az autó? 965-ös, te jó ég. Ez eddig talán akkor a legöregebb autójátékban? Hirtelen nem is tudom, hogy eddig... Melyik lehetett a legöregebb autó, amivel eddig összefutottunk. Na mindegy. Nézzük akkor, mit futunk vele, egy végsebesség tesztet. A beltér az mondjuk hát eléggé alap, tehát semmi extra igazából. 60-as évekbeli style, úgymond. Úgyhogy, ja. De nézzük, hogy mit hozzunk ki belőle a végsebességre. Hát ahhoz képest, hogy egy 60-as autó, most ezzel a tuningolt motorral igaz, de már 200 km per óra. Te jó ég! Hova megy? Igen, max fordulatom, mondjuk, úgyhogy szerintem adhatom neki 260-nál mondjuk az ötödik sebességet. Bár nagyon lassan megy felfele, szóval lehet, hogy ott már lassulni fogunk. Nem, még egy kicsit tudja, még húzza. Viszont frankon elkezdtünk kifelé menni. 270. Basszus, mondjuk 300 km per óra nem valószínű, hogy meg lesz.
Egy 280-at azért szerintem ki fogunk belelehozni, mert most tartunk nagyjából így a felénél a térképnek. Na, a 280 még legyen meg. Baszki, és nem lesz meg. Nem lesz meg. 277-nél megállt. És a váltók is rendben voltak, 258, na. De nem, túl rövid a pálya ahhoz, hogy a 280 kijöhetne belőle talán, de a pálya viszont rövid ahhoz, hogy most kihozzak belőle itt egy 280-at. Esetleg, hogyha váltóval szórakoznánk egy picikét, de 278. Azért ez sem rossz, ez sem rossz. Én ezt így teljes mértékben meg is kajálom. Elfogadjuk. Egy teljes mértékben élvezetes restaurálást azért. A kicsit alap, klasszikus autó, semmi extra, tényleg, tehát mondjuk azért azt megnézzük, hogy spoilert lehet rárakni. Komolyan. Tehát most már erre is rámegyünk, így majdnem a széria végén, és hát nem is tudom, hogy nagyjából hol tartottunk így az összes autószámban. A közepét már biztos, hogy túl vagyunk. De nézzük, lehet-e rakni rá spoilert, csessze meg. Hogy is van, itt van. Beszarsz, geci. Jó, rendben, akkor kap egyet. Hát most figyelj, ha egyszer lehet, akkor méne. Vehicle add-on, kedvenc spoilerünket megvesszük. Lowrider-es nem nagyon van, bár talán ez itt a legalacsonyabb az összes közül. Vagy talán az. Minden esetre engedélyt felrakjuk a spoilert, úgyhogy annyival is növeljük az értékét, de kíváncsi vagyok, oké. Most akkor ezt is megnézzük, gyere kirakjuk a... na, hát basszus. De utána, amikor ezt csinálja. A bejárat elé, igen. Ó, ez egy tökéletes, na mindegy, majd úgyis csak a spoilert tesszük fel, hogyha föltesszük. Nézzük, mennyiért menne el most. 6200-ért vettem, kerekítve 6250, és hát csak 82-ért megy el, úgyhogy azért na, nagyon sokat nem nyerünk rajta. Ez olyan, ha éppen SOS pénz kell, akkor megveszed gyorsan potyába, pár ezerből meg lehet csinálni az egész izét, az autót ugye. Tehát mondjuk pár ezer, 15-ért vettük konkrétan az izét. A motort, tehát, ja. Na mindegy, nézzük azt, 82768. Nézzük, mit csinál akkor, hogyha a spoilert rárakjuk. 82768. Ráraktunk egy teljes mértékben igénytelen, és teljes mértékben felesleges spoilert rá, mert ez kurva szarul néz ki rajta. Nem, mert ugye az autó jóval hosszabb, mint a spoiler. Vagyis szélesebb, bocsánat. Nézzük, mennyivel növekedett az ár. Basszus, melyik? Na, azaz úgy. És nem változott az ár, baszki. Rábaszol egy spoilert, és ugyanannyi az eladási ár. Valószínű azért, mert igénytelen ebben az esetben. De semmit nem változik, tehát ez viszont érdekes. Mert ugye ez... Mert alaphelyzetben egyébként egy mondjuk egy sportautónál, tényleg egy Evo-nál, egy Honda Civic, valami az in-game Evo-kra gondolva így, ott szerintem a teljesítményben, ugye hát van egy ilyen, na várj, gyorsan leszedem először ezt a szart, melyik az ez így, ja. Igen, és akkor így, jó. Ja. Mert hogy ugye van-e a kreditek között olyan, hogy performance parts value, tehát ugye az, ami növelne teljesítményt, annak ugye van értéke. Na most ugye egy spoiler alaphelyzetben, hát plusz leszorító erő egyébként, plusz teljesítmény, tehát jobb tapadás, stb. Tehát egy csomó mindent pluszt ad egyébként, hogyha egy normál spoiler van egy olyan autóra rakva, amin tényleg van értelme a spoilernek. És mégis igazából nem ad rá semmit. Ugyan 82768 volt az eladási érték, a performance parts value is azt hiszem ugyanaz volt. De lehet, hogy tévedek. Na mindegy. 82768, teljes mértékben megajánlom, és végre az egyik kedvenc autóm, Chevy Camaro lesz a következő, amit meg fogunk nézni. Nem tudom pontosan hányas éve, ez talán 65-68 körüli lehet, ezt majd még meg kell nézni. Pontosan ez a modell, de ez még nagyon az eleje, tehát ez szerintem még az első valahány szériás lehetett, amit most itt megkaptunk koppintás autóként, és hát ez meg a Bolt Roulette nevet kapta.
nem fogunk rajta változtatni semmit, azon kívül, hogy a gyári színt fogja megkapni, szerencsénk van, pont a gyári szín egy narancssárga, és kicsit ilyen űrdongósra fogjuk megcsinálni, szerintem biztos, hogy lesz egy dupla fekete csík, mint matrica, az nagyon remélem legalábbis, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul a következő videóban. Addig is akkor, sziasztok!